Ma Magyarországon, ellentétben Pintér Sándor ígéretével szemben, aki ugyebár azt állította jó régen, hogy két hét alatt rendet tesz, a legmessze menőkig sincsen rend és közbiztonság. Sőt, odáig romlott a helyzet, hogy akár vidéken szabályos no-go zónák alakultak ki, amely felett tulajdonképpen mondjuk ki, a magyar állam elveszítette a kontrollt. De nem is kell már vidékre menni, itt Budapesten is bárkit, bármikor megkéselhetnek fényes nappal a nyílt utcán, pusztán szórakozásból, többek között etnikai alapon szerveződő bűnbandák, tehát már önmagában véve is tarthatatlan a helyzet, és elég felháborító. Viszont az, hogy azokat a civil, jóérzésű magyar hazafiakat vegzálja a rendőrség, akik egyébként semmi törvénytelent nem tesznek, pusztán jelenlétükkel felhívják a figyelmet egy adott közbiztonsági problémára, az viszont már egyenesen vérlázító, ráadásul annak a TASZ-nak a feljelentésére, amelyet a Mi Hazánk mozgalom egyébként úgy, ahogy vagy megszüntetne, mert semmi hasznosat nem csinálnak. László Attilát idézték be a rendőrségre, tiltott rendvédelmi tevékenység miatt, tehát Attila... Pontosan mondom, igen. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése szabálysértési akkor ügyben. Akkor kérlek, hogy néhány szóban ismertest, hogy mi hangzott el itt a rendőrségen, és hogy mi a véleményed erről az egész helyzetről. Hát az első véleményem az egyébként, hogy botrányos és felháborító, hogy Magyarországon a bűnözőket védi, szemben a jogkövető és adófizető tisztességesen dolgozó és normálisan élő állampolgárokkal szemben. Az egy más kérdés, hogy ezek a külföldről finanszírozott nemzetközi ügynökszervezetek, mint a Társasága a Szabadságjogokért, a TASZ, képes arra, hogy az általunk lekommunikált közbiztonsággal, meg bármilyen tevékenységgel kapcsolatos híradásainkat, amiket egyébként hivatalos minőségben, mint újságíró publikálok, tehát a TASZ egy kényelmi helyzetből ezt összegyűjtögeti. Tehát most kiderült a mai nap a számomra, hogy itt két budapesti ügyről van szó. Egy csepeli segítségkérésre reagáltam, ahol elkísértek a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai, illetve egy kőbánya kispesti segítségkérésre szintén reagáltam, mint tudósító jelentem meg, ahol szintén elkísértek a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai, és a TASZ nevű szervezet pedig összegyűjtve, nem csak ezt egy évre visszamenőleg összegyűjtötte, az összes általam feltárt ilyen problémás esetekben az oknyomozásaimat, és ez alapján tett egy bejelentést az Országos Rendőrfőkapitányság számára, ami, hogyha most ez a két pesti ügy volt, ha ezt vesszük alapul, akkor ez azt jelenti, hogy nekem most majd körbe kell haknizzam az egész országnak az összes rendőrkapitányságát, és akkor a TASZ bejelentései alapján engem majd mindenhol ezek szerint akkor meg fognak hallgatni, hogy milyen minőségben voltam ott, és hogy megvizsgálja a rendőrség, hogy követtem-e le szabálysértést, vagy nem. Ez különösképpen sérelmezem pont ebben az időszakban, amikor Magyarországon mindenki tudja, a rendőrség is elismeri, hogy alig van rendőr Magyarországon, akkor még ilyenre nem sajnálják az időt, a pénzt, az energiát, és ezzel foglalkoznak, ahelyett, hogy a bűnözőknek az üldözésével, ami a feladatuk lenne, a bűncselekmények felderítésével foglalkoznának. Nem akarom ezt feltétlenül a rendőrség nyakába varni. Itt a legfőbb bűnös a TASZ, aki éves szinte 400 millió forintnyi külföldről kapott támogatásban részesül, és ebből végzi ezt a munkát, ami a magyarok ellen irányul. Tehát a TASZ a magyar embereket támadja és üldözi, és a bűnözőket védi Magyarországon. Semmi keresnivalója nincs ebben a hazában a Társaság a Szabadságjogokért szervezetnek, úgyhogy amennyiben meg fogják velem szembe szüntetni ezeket az eljárásokat, én jogi útra fogom terelni ezt a kérdést, és nem fogom hagyni, hogy ilyen szervezetek működjenek itt Magyarországon. Minden jogi lépést meg fogok tenni annak érdekében, hogy a TASZ eltűnjön a magyar közéletből. És hát ugye abban nyilván egyetérthetünk, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Mi Hazánk Mozgalom azt az álláspontot képviseli, hogy nekünk nem a rendőrség az ellenfelünk, mert pontosan látjuk,
ezeket a problémákat, épp ellenkezőleg mi egy olyan rendőrséget akarunk, ahol tisztességes fizetéseket kapnak a rendőrök, ezért cserébe viszont elvárjuk tőlük azt a munkát, és felhatalmazzuk őket majd, ha olyan pozícióba jutunk kellő jogkörrel, hogy a bűnözők ellen felléphessenek, mert nem a bűnözőknek vannak jogaik, hanem az áldozatoknak, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom, amennyiben politikai pozícióba jut, olyan pozícióba, hogy erre hatása lesz, akkor ezt mindenképpen be fogja váltani, ezt az ígéretét. Igen, egy nagyon fontos programpont, illetve én annyit szeretnék az ügyhöz kapcsolatban hozzátenni, hogy természetesen panasszal éltem itt a rendőrhatóságnál a gyanúsítással kapcsolatban. Nem tettem beismerő vallomást, hogy semmilyen vallomást nem tettem, mivel nem követtem el semmilyen jogosulatlan közbiztonságjavító tevékenységnek a végzését sem, illetve kiegészítettem még a vallomásomat azzal, hogy ez a külföldről finanszírozott szervezet a magyar embereket üldözi, a tisztességes magyar embereket a bűnözőkkel szemben, és jogi útra fogom terelni ezt az ügyet.